Csíkszeredától két jóvágtányira van Csíkszent Imre falu. Ott, ahol a Bedecs, a Rege és a Bánya pataka az Oltba ömlik. Csíkszent Imre egyik legrégebbi székelytelepülés, hiszen a Zöldfák nevű területen 3. valamint 6. századi telepnyomaira bukkantak a kutatók. Arról is híres, hogy 1702-ben boszorkányper zajlott egy bizonyos Domos Jánosné nevű asszony ellen, aki állítólag tisztátalan dolgokkal foglalkozott. Csíkszent Imre nevezetességei közé tartozik a Henter kúria is, melynek felújítását hosszú enyészet után a község vezetősége indította el. A henterek feltehetően 1713-ban építették ezt a négyszögletes udvarházat, amely a környékbeli barokk világi építészet egyik jelentős emléke. Itt élt Henter Ádám, aki Mária Terézia királynőtől 1754-ben bárói rangot kapott. A bárói és grófi rangok csak úgy röpködtek, pedig zűrzavaros idők jártak akkor Székelyföldön. Egészen biztosan a Henter kúria falai is hallottak félelemmel átszőtt indulatos beszélgetéseket a Habsburgok politikájáról, Székelyföld kettészakadásáról. A szolgáló éppen az állatokat rendezte a hideg téli szélben, amikor Henter Ádám vánszorgó lovahátán érkezett meg birtokára. Ábrázata falfehér volt, mintha kísértetet látott volna. Aznap egyet sem szólt senkihez. 1764. január 7-ét írtak a kalendáriumok, a madéfalvi vérengzés napja volt ez, amikor az erőszakos határőrség felállítása ellen tiltakozó székelyeket a császáriak legyilkolták. A tornác feletti háromszög formájú oromzat csodálkozva nézte az érkező székely férfiakat, akik Henter Ádámhoz jöttek a vérengzés után nem sokkal. Nézte és sajnálta őket, hogy akaratuk ellenére esküdnek fel a Habsburg hatalom idegen célokat szolgáló eszméire. De hát nem sok választásuk volt. A határőrség megszervezésében játszott szerepéért 1765. áprilisában Henter Ádámot csíki főkirálybírónak nevezték ki, és 1781-ben bekövetkezett haláláig meg is maradt e tisztségben. A Csíkszent Imrei udvarház számos történelmi esemény színhelye volt az évszázadok során. Az 1900-as évek elején e kúria falai alatt lázadt fel a falu szegénysége a birtok arányosítási ügyletek ellen. A két világháború közötti időszakban a Henter kúria a helyi római katolikus egyház tulajdonába került, majd felekezeti iskolát és művelődési házat rendeztek be abban. Az 1948-as államosítás után a román hatalom az iskolát kiköltöztette az épületből, és a szocialista gazdaság új székhelye lett. A pincéket krumpli, műtrágya és vegyszer raktározására használták, az udvar területét felparcellázták családi házak építése céljából. A visszaszolgáltatást követően a Csíkszent Imrei római katolikus egyházközség tulajdonába került vissza, az időközben műemléklistára került kúria, melyet aztán az önkormányzat vásárolt meg. A pusztulásra ítélt főúrilag megmenekülni látszik. A tervek szerint a Henter kúriába kiállító termeket alakítanak ki, az udvaron pedig sétányok lesznek.